A Magyar Diák Sport Szövetség idén szeptember 24-én rendezte meg az Európai Diák Sport Napot, amely hazánkban több százezer gyermeket mozgatott meg. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a Szerencsibolyai János Katolikus Általános Iskola is, amely már a korábbi években is rendkívül népszerű volt a tanulók körében. A Kulcsáron itt a sportcsarnokban életre hívott rendezvényen az alsó tagozatos osztályközösségek sorversenyen mérhették össze tudásukat. A résztvevőkkel a szabályokat Urai Attila testnevelő tanár ismertette. A sportcsarnok akadálypályává alakult át, ahol a kicsik és a nagyok mutathatták meg rátermettségüket. A sportnap célja az volt, hogy a fiatalok minél több sportprogramban, játékban vegyenek részt. Ha ugyanis a mozgáshoz, a sportoláshoz élmények társulnak, akkor nagyobb eséllyel alakul ki a fiatalokban a rendszeres mozgás iránti igény.